11. rész. Sorolja fel a kereskedelmi egység működésére ható mikrokörnyezeti és makrokörnyezeti elemeket. Jellemezze ezen elemek befolyását a boltvezető döntéseire, és azt, hogy a döntések milyen módon hatnak vissza a mikrokörnyezetre. Az üzleti vállalkozások környezete. A vállalkozás környezete magában foglalja mindazokat a külső tényezőket és erőket, amelyek befolyásolják és meghatározzák a vállalkozás piaci jelenlétének hatékonyságát. A piaci környezet elemzése során meg kell határozni az elemek kedvező vagy kedvezőtlen vonzatát. Makrokörnyezet fogalma és elemei A makrokörnyezet az a környezet, amely a vállalkozás közvetlen kapcsolatban áll. Elemei a vállalat működésére hatással vannak. Hozzájuk a cég csak alkalmazkodni tud, de befolyásolni nem képes. Tehát ez a makrokörnyezet, tehát a makrokörnyezet maga a vállalkozás közvetett kapcsolatban áll. Tehát a makrokörnyezet a vállalkozásra közvetlen kapcsolatban áll, de befolyásolni nem tudja. Csak alkalmazkodni tud a makrokörnyezethez a vállalkozás. A makrokörnyezet elemei, fejlődési irányaik alakítják a vállalkozás lehetőségeit és az ellene irányuló fenyegetéseket és veszélyeket. Ilyen a demográfiai környezet, gazdasági környezet, hogy válság van-e esetleg, természeti környezet, tudományos, technológiai környezet, politikai és jogi környezet, társadalmi, kulturális környezet. Mikrokörnyezet fogalma és elemei. A mikrokörnyezet a vállalkozásnak az a környezete, amelyel a vállalat közvetlen kapcsolatban áll. Elemeire a cég működése során hatással lehet. A mikrokörnyezet elemei. Tehát ezekre a mikrokörnyezetre, tehát a mikrokörnyezetre maga a vállalkozás hatással is lehet, és ezzel is szinte közvetlen kapcsolatban áll. Tehát a mikrokörnyezet elemei akkor sorolom. Szállítók, piaci közvetítők, ilyen a kereskedelmi közvetítők, a szállítmányozók, a marketing szolgáltató ügynökségek, a pénzügyi szolgáltatók, a vevők is a mikrokörnyezethez tartoznak, a versenytársak és a közvélemény. Marketing információ, adat feldolgozatlan vagy begyűjtött érték. Információ feldolgozott adatok összessége. Tehát az adat lehet feldolgozatlan és begyűjtött érték, az információ meg már egy feldolgozott adatok összessége. A marketing kutatás az adatok összegyűjtését, feldolgozását és elemzését jelenti, melyek segítik valamely marketing döntés meghozását. A kutatás okai, ugye a versenyképesség javítása, vevői magartartás mérése, stratégia készítés, teljesítménymérés, reklámhatékonyság mérés, megérzések igazolása, hatékonyság javítása. Kutatás főbb területi, területei. Ugye ilyen a piackutatás, tehát a fogyasztói igények, hogy mire van igénye a fogyasztónak, mi az, amit megvesznek. Termékkutatás, ugye termékteszt, termékgörbe és a csomagolás árkutatás, árérzékenység és árfigyelés. Értékesítés, kutatás, kereskedelmi csatornák hatékonysága, bolt elhelyezés vizsgálata. Piac befolyásolás, kutatás, média elemzés, reklámkutatás, akció hatékonyságának elemzése. Információk csoportja. Van a szekunder és van a primer. A szekunder olcsó, sokszor az információ más módon nem szerezhető. Nagy hitelességű, több, adatforrásra is, több adatforrása is lehet. Túl általánosan és elavult az információ. Tehát túl általános és elavult ez a szekunderes információ. És különböző forrásnak, egy források ugye egymásnak elletmondó információkat is szolgáltathatnak. Tehát a szekunder információ, ez a legolcsóbb, sokszor az információ más módon nem is szerezhető be, nagy hitelességű, és több adatforrás is van. De viszont túl általános és ele volt az információ, és néha a különböző források egymásnak is ellent mondanak. Ez a szekunder. KSH adatai. Fontos adatok csak pénzért, a netről is. Van még szaki szakirodalom. Kosár, figyelő és a HVG. Primer információ, ugye elsődleges és saját kutatás. Tehát a Sekunder a más által, más által készített információ, ami nagy hitelességgel viszont egymásnak mondó információkat is szolgáltathatnak. A primer meg az elsődleges saját kutatás. Kvalitatív kutatás módszerei. Egy, fókuszcsoportok 7-8 részlétvelével 1,5-2 órás interjú. Tehát a fókuszcsoportokat interjú voltatnak. Ilyen kötetlen beszélgetésnek tűnik, de igazából a moderátor irányítja. Tehát a elsődleges és saját kutatás kvalitatív kutatási módszerrel történik. A csoport legyen ugye homogén, homogén életkor, iskolázottság nem. A vegyes csoport alkalmas az ellen, ellentétek kiélezésére. Tehát a vegyes csoport mély interjú. Tehát esetleg intin kínos személyes témák kifejezésére alkalmas. Is lehet ez a mély interjú. Vagy van a megfigyelés. Az alanyok az alanyog beleegyezése nem is kell. Kvantitatív kutatás módszerei. Ugye van a kérdőíves. Minden válaszodó ugyanazokra a kérdésekre válaszol. Van az önkitöltős, önkitöltő, postán neten küldjük ki, olyan helyen osztjuk ki, ahol az összes érintett jelen van. Például munkahelyi elégedettségi vizsgálat. Kísérő Kísérőlevelet mellékelnek, és megpróbálják motiválni a részvevőket. A postai kiküldés megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot mellékelnek. Ne a megkérdezetteket terhelje, ha csökkennek a nehézségek. Nagyobb a visszaküldési arány is, ha felbélyegzett borítékot küldenek. Magyarországon ez, ha elírja a 15 és 20 százalékot, ez a válaszolási arány, ez már jónak mondható. Kérdező személyesen is történhet ez a piackutatás, tehát válaszadó lokásában, munkahelyen, piackutató cégek teszt helyiségeiben. A kérdezést a cégek által kiképzett kérdezőbiztosok végzik. Kérdői hosszúság általában 20 vagy 60 perc. Vannak még telefonos kérdezés, az úgynevezett call centerek bonyolítják le. Lehet a kutató cégé, de vannak erre specializálódott cégek is. A kérdezők számítógépen látják a kérdőjévet, és itt jelölik be a válaszokat. Előnye gyors és olcsó. Kísérlet. Jövőbeli viselkedést próbáljuk megjósolni. Célcsoport kiválasztása. Minta. Célpopuláció azó része, Melyen a tényleges megfigyeléseket végezzük. Van a véletlenszerű, egyszerű, mint a lottóhúzás, meg van a rétegzett. A csoportot, a csoportot különböző rendezőelv szerint rétegekre osztjuk, és minden rétegből mintát veszünk, például a falu, város, vagy esetleg a fővárosból Budapestről. Tudatos vagy irányított kiválasztás. A minta összetételét előre meghatározzuk több jellemző alapján. A kvótának megfelelő válaszadók mintába kerülésének mondját a kérdező biztosra. Bízzák! Nyitvatartás Az üzlet nyitvatartása idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakorkörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedő állapítja meg. Kereskedő köteles az üzlet nyitvatartási idején történő változást, az azt megelőző öt, nap, öt munkanapon belül a jegyzőnek írásban bejelenteni, az üzlet nyitvatartásai idejéről és az abban bekövetkező változásokról a vásárlókat tájékoztatni, az árpolitika lényege és szerepe, az árpolitikán a vállalkozásnak az árak kialakítására vonatkozó elveit, hosszabb távú elképzeléseit és ezek megvalósítását célzó intézkedéseket értjük. A kereskedő a beszerzési árnál magasabb eladási áron kínálja azáltal a forgalmazott árukat. A nettó, tehát áfa nélkülő eladási ár és a nettó áfa nélkülő beszerzési ár közötti különbség ugye az árés. Az árés szerepe, hogy fedezetet nyújtson az áru forgalmazásával kapcsolatos költségekre és a kereskedő nyereségére. A vállalkozás árpolitikájától függ, hogy mekkora árést épít be az általa forgalmazott termékek áraiba. Az eladási árak kialakításánál arra kell törekedni, hogy az egyes árok árése és az eladott mennyiség a lehető legmagasabb áréstömeget tömeget eredményezze. Az eladási ár kialakításakor az árés meghatározásánál a vállalkozások a lehető legnagyobb üzleti eredmény elérését tartják szem előtt. Akció. Kereskedelmi akciókat a mindennapi értékesítési tevékenységből kiemelkedő, sajátos módszereket alkalmazó, a forgalom növelésére irányuló kereskedelmi eljárás nevezzük. Tehát vannak a kereskedelmi, kereskedelmi akciónak a mindennapi értékesítési tevékenységből kiemelkedő, sajátos módszereket alkalmazó, forgalom növelek, növekedésre irányuló kereskedelmi eljárás nevezzük. Az akció sikerét vagy sikertelenségét minden esetben az eladott áru mennyiség növekedésének mértéke jellemzi. Tehát az akci akció sikerét vagy sikertelenségét minden esetben az eladott áru mennyiség növekedésének mértéke jelzi. Az eladott mennyiség akcióval történő növelését indokolhatja. A készletek csökkenésének szándéka, inkurrens készletek felhalmazódása, a szezon lejárta, vagy a minőség megőrzési idő lejárta. Az egyetlen kereslet egyenletesebb tétele, új termék vagy induló vállalkozás bevezetése, illetve a vevőkör bővítésének szándékából is lehet akciózni. A kereskedelmi akciókat csoportosíthatjuk. Vásárok, melyek lehetnek kedvezmény nélküli vagy árengedményes vásárok. Végkiárosítás, kiállítások, áru bemutatók és kóstolók is ide tartoznak. Vannak egyéb akció, vagy kifutó termék akciója is van, tehát a megújuló termék elődjétől szabadul meg a kereskedő ezzel az akcióval. Lejárat közeli termékek akciója, főként élelmiszerek esetében használt akciós fajta. Kiárosítás a bolt bezárásakor szervezett akció, mely általában tényleges bezárást is jelent. Tehát vannak a vásárok, árengedményes vásárok, végkiárusítások, kiállusítások, árubemutatók és a kóstolók és egyéb akciók, meg kifutó termék akciója, és a lejárat közeli termék akciója és a kiárusítás. És nagyjából ennyi is lett volna a 11. rész, úgyhogy köszönöm a figyelmet!